to outer space. That's where I'll see your face and have you with me. It may seem. Eljöttünk egy ilyen virágparkba, itt Himecsitől körülbelül, nem is tudom, egy ilyen egy órára van, és ez Boginak ilyen nagy álma volt, ez nem tudom pontosan, hogy hívják ezt a virágot, Ajisai-nak hívják, vagy kiírjuk, az a baj, már egymilliószor láttam, de nem tudom megmondani őszintén a magyar nevét, de a lényeg, hogy Boginak nagy álma volt, és ez csak júniusban virágzik általában, és ez egy kimondottan erre szakosodott ilyen nem is tudom, park, és ide eljöttünk, hogy megnézzük. Misika nagyon élvezi, ugyanis kapott csoki fagyit, amivel lehetted magad? Nem? Jaj, olyan lettél, igen, kicsit Misikének, olyan lett a kis keze, jaj. Misi mondja, hogy jaj, apa segíts! Apa segíts! Apa segíts! Oké. A krízis helyzeten túl vagyunk, kaptunk egy osiborit itt a fagyis nénitől, azzal megtöröltük a Misikének a kezét, meg majd lassan az a parcot. Ajcocskádat meg kell törölni. Bori mérges? A Misik egyik kedvenc könyve a Bori mérges. Ugye? Mert a Misi is mérges. Mérges a Misike? De mérges! Jaj! Hát nagyon nagy huncut ez a kisfiú. És amíg mi itt fagyit eszünk, addig Bogi egy kicsit el tudott menni és magának fotózgatni, meg ilyenek, úgyhogy majd azt is megmutatjuk, hogy milyen fotókat csinált. Én meg csináltam a kamerával róla egy-két fotót, majd azt is megmutatom, de az a baj, hogy én nem vagyok ám egy nagy fotós, és hát így a beállításokhoz nem nagyon értek, úgyhogy szerintem nem lettek olyan jók, de mindegy. Ez egy nagyon-nagyon fantasztikus környezet, és amúgy gyönyörű idő van. Kicsit meleg is van, de még 30 fok alatt van bőven. Úgyhogy nagyon jó itt az egész. Misike, ne dobáld bele, léci. És Misike amúgy nagyon jó fiú, annak ellenére, hogy most egy kicsit rászóltam, de nagyon-nagyon aranyosan viselkedik, úgyhogy nagyon örülök, mert nagyon rég tudtunk úgy kikapcsolódni ennyire, és így jól érezni magunkat. Bogi teljesen eltűnt a mapről, úgyhogy most már keressük őt is. Take